A gödöllői belvárosi napok fergeteges szombati eseményei után vasárnap is óriási tömeget csábítottak a több helyszínen zajló rendezvények. Reggel a nagyszínpad melletti füves területen a harmadik Ebugatta nap programjaival várták a kutyabarátokat. Az esemény főszervezője ezúttal is az Ebugatta magazin szerkesztője Petrus Krisztina volt. Tavaly több százan voltak, reméljük ezt a számot idén az előzetes bejelentkezés alapján megduplázzuk. A rekordnál ki fog derülni, hiszen a sor számozva és számozva lesz minden kutyus, 200-300 körül terveztük. Természetesen tőlünk senki se távozhat üres kézzel, hiszen az a cél, hogy mindenki érezze jól magát, és minden kutya itt a legszebb és a legaranyosabb. Így mindenki kap ajándékkupont, vásárlási kupont, mindenki kap a kutyusának egy kis sálat, illetve a szépségversenyen lehet nyerni nyereményeket is, illetve Gödöllő városától mindenki kap egy díszoklevelet. A Gödöllői Kutyasportközpont 1959 óta működik a városban. Szolgáltatásaik között a hagyományos tanfolyamokon túl speciális oktatás és egyedülálló programok is szerepelnek. Szeptember 13-án délelőtt az iskola négylábú növendékei mutatták be a kastély melletti parkban, hogy mi minden tanulhat meg egyéb a Gödöllői Kutyasportközpontban. Folyamatosan várjuk szeretettel az óvodába érkező kölyök kutyás gazdikat, majd van alapfokú, középfokú és felsőfokú oktatásunk, vannak versenyre, vizsgára és kiállításra felkészítő programjaink, egyébként meg őrzővédő és simán klubfoglalkozás is. Ami az egyik kedvencünk és a egyedülálló, az a kölcsönkutyás gyerektanfolyam, ahol a gyerekeknek nem kell, hogy kutyájuk legyen, mi adunk hozzá jó alapanyagokat, és azokkal lehet megtanulni a kommunikációt, elsajátítani, hogy mire van szüksége egy kutyának, és ez azoknak a gyerekeknek, akik esetleg félnek a kutyától, vagy nem lehet kutyájuk, vagy majd lesz kutyájuk, de még a szülő se döntötte, hogy milyen kutyájuk legyen. Nekik szól ez a program, de felnőttek is csatlakozhatnak hozzá, akár olyanok is, akiknek valamilyen fóbiájuk van, félelmük van a kutyákkal szemben, mert itt megtanulhatják, hogy nem UFO-val találkoznak, hanem egy érző lényel, egy kutyával, aki még segít is neki. Halász Árpád mesterkiképző 1991 óta a központ vezetője. Nem csak a hazai kutyás élet meghatározó személyisége, de nemzetközi berkekben is elismert kiképző. Az általa betanított állatok számos reklám és játékfilmben, sőt színdarabokban is feltűntek már. Egyre több helyről keresnek meg külföldről is minket a extrémebb kihívásokkal. Az egyik legnagyobb ilyen kihívásunk a Fehér Isten című film volt, ahol 280 kutya dolgozott, viszont egyszerre 200-nak kellett a filmbe feladatot végrehajtania. Ilyet nem csinált senki se a világon. Ezzel a kutyás produkcióval mi nagyon nagy népszerűségre tettünk szert a világ minden táján, és Cannes-ba a legjobb kutya címét nyertük meg a Cannes-i filmfesztiválon. Tehát ez egy nagy kihívás volt, már csak azért is, mert nem vállalták el sehol se a világon ezt, és nem akarták trükkel megcsinálni ezt a filmet, hanem igazi, élő kutyákat szerettek volna. És ami a filmnek az egyik legnagyobb flash-e volt, hogy ezek a kutyák menhelyes kutyák voltak, és a képzés után, a film után örökbe tudtuk őket adni, tehát több mint 150 kutya gazdára talált, és ez sokkal nagyobb kihívás volt, mint magát a filmet megcsinálni. A kutyás programhoz az időjárás is kedvezett, így több száz ember látogatott el kedvencével a belvárosba. Milyen kutyával érkezett a rendezvényre, mennyi idős ez a kutya és hogy hívják? Sábának hívják, 5,5 éves és egy Cane Corso mentett kutya, egy menhelyről mentett kutya. Miért jöttek ki erre a rendezvényre? Tavaly is itt voltunk már és nagyon tetszett, akkor még ugyan kutya nélkül jöttem, de idén megfogadtam, hogy mindenképp hozom magammal, hogyha egy szocializálódjon ő is. És hogy tetszik a rendezvény, hogy érzik maguk? Nagyon jól érezzük eddig magunkat, nagyon tetszett a kutyaiskolának a bemutatója, ismerjük mi is őket, jártunk mi is hozzájuk, úgyhogy mindig jó látni őket, hogyha itt vannak. És most már várjuk a szépségversenyt. 11 órától indult a kutya szépségverseny, melyre korosztályok szerint 5 kategóriában nevezhették kedvenceiket a résztvevők. A zsűri tagja volt dr. Gémesi György Gödöllőváros polgármestere, dr. Nánási Éva Gödöllőváros címzetes főjegyzője és Suzanne Fechtinger Gödöllő osztrák testvérvárosa Luxemburg képviselője mellett Péterfi Csaba Gödöllőváros önkormányzatának kommunikációs igazgatója is.
Már több éve szervezünk igazából úgymond ilyen kutyás napot, ez a harmadik e-Bugatta nap, ami Petrus Krisztinek köszönhető, ő hozta ide ezt a rendezvényt. Hát mondhatom azt, hogy Gödöllő egy ilyen befogadó város. Szeretjük a természetet, szeretjük a kutyákat, több kutyakiállítás is volt már itt, például a kutyavilág kiállításnak is részben Gödöllő adott otthont, és hát itt van ez a gyönyörű park. Gödöllőn sokan szeretik a kutyákat, így úgy gondoljuk, hogy itt van a helyük. A szépségversenyben kategóriánként 3 kutyát díjazott a zsűri. Végül a 15 kutyából kiválasztották az 5 legszebbet, akik ezzel a Veresegyházi Medve otthonba nyertek családi belépőt gazdájuknak. Az idén Gödöllőváros önkormányzata meghirdette a Harcsás Márta emlékversenyt is, melynek győztesei szintén a harmadik e-Bugatta nap legszebb 4 lábúi közül kerültek ki. Harcsás Márta az e-Bugatta TV alapítója és műsorvezetője, a Kutya folyóirat szerkesztője, valamint elismert pulitenyésztő volt. A róla elnevezett verseny első helyezettje egy Gödöllőváros címerével díszített kristálytálat nyert. És természetesen kit kérnénk fel ennek zsűrinek, mint Harcsás Mártának a lányát, Petrus Krisztinát, és ő fog kiválasztani 3 darab nyertest, első, második és harmadik helyezettet, a második és harmadik helyezett egy oklevelet, és az első helyezett pedig ezt a kristályt fogja megkapni. A kilátogatók a felállított sátrakban egész nap állatorvosi szaktanácsadást kérhettek, valamint több fajta mentő szervezettel is megismerkedhettek. Nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy a felelősségteljes kutyatartást hirdessük, ezért sok rendezvényen részt is szoktunk venni. Főként kutyás rendezvényekre szoktak minket hívni, de szívesen elmegyünk családi rendezvényekre, vagy bármi nem kutyával kapcsolatosra is, illetve mi is szoktunk rendezvényt szervezni évente egyszer. A támogatókat mindig nagyon szívesen fogadunk, illetve önkénteseket is, tehát aki segíteni szeretne a mentési munkánkat, illetve ideiglenes befogadás, ami a legnagyobb segítség számunkra, mert menhelyen még nem rendelkezünk, tehát nagyon fontos, hogyha a családok vannak, akik szeretnének egy veszti kutyus rehabilitáció alatt esetleg hazavinni, az nekünk a legnagyobb segítség. A kutyás rendezvény fő attrakciója a kutya eledelevő magyar és Guinness rekord kísérlet volt. A résztvevők az Ady Endre sétányon sorakoztak fel a kastélytól egészen a zeneiskoláig. Az előzetes regisztráció alapján közel 380 EB-s gazdája jelentkezett a rekordkísérletre, melynek lényege az volt, hogy egy időben, egy helyen, legalább 5 percig minél többen etessék egyszerre a kutyájukat. A rekordkísérletet Sebestyén István, a Magyar Rekordok regisztrátora, a Magyar Rekord Egyesület elnöke és dr. Fülöp Éva ügyvéd, a Magyar Rekord Egyesület jogi képviselője hitelesítették. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, szeretnék szívből gratulálni Önöknek, mert majdnem 200-an sikerült ezt a rekordot felállítani. 197 kutyus evett itt együtt, kóstolt itt együtt egy ilyen nagyszerű minőségi kutyatápot, és ezzel felállították ezt a sajátos magyar rekordot. Szívből gratulálok még egyszer mindenkinek! Az állatbarát programokat követően a Magyar Teátrum színházi sátrába a kultúra kedvelőket várták. A vasárnapi szakmai beszélgetés témája a cirkusz művészetének hagyománya, illetve jövője volt. A beszélgetés moderátora Fekete Péter, a Nemzeti Cirkuszművészeti Stratégia kidolgozásáért felelős miniszteri biztos volt. A résztvevők pedig Pece Dániel, Gödöllőváros alpolgármestere, Kőler Ákos, egykori artista, a Grassalkovics Ese elnöke, és Murainé Szakács Ildikó, a Baros Artista Képző Szakközépiskola és Szakiskola igazgatója voltak. A beszélgetés közben egy-egy szám erejéig a Baros Imre Artista Képző Szakközépiskola és Szakiskola növendékei is bemutatkoztak a sátor manézsán.
A belvárosi napokra kilátogatókat több vendéglátóegység, valamint kézműves vásár is várta, a Művészetek háza parkolójában pedig véradásra volt lehetőség. A gyerekek számára is számos izgalmas programot kínált a vasárnap. Ennyi jó gyerekprogram van, meg érdekes játékok, hogy tudnak játszani, koncertek, és nekik ez a legjobb. Melyik tetszett nekik a legjobban, mind vettetek részt? A halacska kellett peccázni, az nagyon bejött nekik, akkor ez a bowling fa kockákkal, az nagyon-nagyon tetszett, hát ugye a arcfestés az már volt délelőtt, hogyha ott volt, én jöttem vért adni, úgyhogy minden volt, amit lehetett. Halacskával játszottam. És jó volt nekem. Igen. Az ügyességi játékok, kézműves foglalkozások, arcfestés, a merendeműhely eszközös játékai vagy a tintaló cirkusz előadásai egész nap szórakoztatták a kicsiket, délután 4 órától pedig a nagy színpadon a 100 Fok Celsius örvendeztette meg vidám koncertjével az apró népet. Reggel volt bábszínház, akkor a kicsi ott volt, voltak ezek a népi játékok, nem tudom, mi az a halfogás, meg ilyen kézműves sátor, koncert, hát főleg a 100 Fok Celsius, azt én is nagyon szeretem. Legfőképpen a 100 Fok Celsiusra érkeztünk, kisfiunk miatt, de itt a játékokat is megnéztük, illetve az árusokat is körbejártuk. És hogy tetszik a rendezvény? Meg vannak elégedve a szervezéssel a programok? Igen, nagyon színvonalas a szervezés, úgyhogy mindennel meg voltunk elégedve. Gyakran látogatják-e a gödöllői rendezvényeket? Igen, mivel hogy mi is gödöllői lakosok vagyunk most már több mint 10 éve, így sűrünk ki, jövünk, hogyha valamilyen rendezvény van a városban. És összességében a gödöllői programokkal meg vannak elégedve? Igen, nagyon szeretjük Gödöllőt. Gödöllőn lakna olyan, mintha nyaralna az ember, hogyha kimegy ezekre a programokra. Szoktunk jönni másra is. A művelődési házba szoktunk jönni, a Talamba együttes műsorára, akkor gyerekműsorokra szoktunk jönni, mert sok unokánk van, azokat szoktuk elhozni, ilyen táncos mulatságokra. A Magyar Teátrum színházi sátorban táncdalfesztivállal folytatódott a műsor. Én nem leszek sohasem olyan hiszen, hallani a szívom, így csendben elszáll, míg a két karú engem elszáll, és a szívül lehet, mint a fél. Már csak is Liszi Melinda és Nagy Róbert, a Békés Csabai Jókai Színház művészei adták elő az egykori táncdalfesztiválok legjobb díjnyertes dalait. Nem értem, nem értem, sok mindent megértem, sok mindent elértem, csak téged nem. Nem értem, nem értem, kimondom merészen, megőrít egészen a szerelem. A Novo színpadot vasárnap is a fiatal, tehetséges zenészek uralták. Rengeteg embert vonzott a kávézóteraszhoz az Epikon, majd a Karma Pirin zenekarok koncertje.
A nagy színpadnál Dérheni énekeltette meg a több száz fős közönséget. Minden Dérhenitől Tóth Gabi vette át a hatalmas tömeg szórakoztatását. A Magyar Teátrum színházi sátra is ismét zsúfolásig megtelt, ezúttal a Talamba ütő együttes tradicionális koncertjére. Az idei belvárosi napok sokszínű kavalkádja, csak nem 20 000 érdeklődőt csalt ki az alsó parkba. Ez végre egy olyan rendezvény, ahol sokan is vannak, és nem tudom, hogy ez helyettesíti-e a sörfesztivált, de hála Istennek, hogyha ez helyettesíti, akkor ez sokkal többre tartom. Az egyik legjobb belvárosi napok azért, mert egyrészt az idő jó volt, ez az alapfeltétel, másrészt az a rekordkísérlet, ami ma délelőtt a kutyák etetésével kapcsolatosan itt lebonyolódott, az olyan mennyiségű látogatót, extra és plusz látogatót hozott ide, ami megfejelte tulajdonképpen a rendezvény látogatottságát. A programok jók, több helyszínen van, és zajlanak még most is ezek a programok, és meg kell mondjam, hogy a minőségében is javult. Tehát folyamatosan minőségi a belvárosi napok, a régi sörfesztivál jellegéből sokat veszített, és ez nem baj. Amint látják és látták, nem volt Dodge Jam és nem volt Ringispiel, de voltak olyan játékok a gyerekeknek, ami kreatív, és ami nem a szülők pénztárcáját rabolja le, és hát az itt fölépő művészek jelentős része országos hírű, de ha nem, akkor pedig helyi hírű. Azok is helyet kaptak, összességében azt mondom, hogy egy nagyon jó sikerült, belvárosi napok voltak. Minden évben azt mondjuk, hogy most ez megint jobb volt. Például a Pribojszki bendet kiemelték, hogy a színházi sátorban, jaj, de jó, hogy volt a cimbali bendet, most a Talamba ütő együttes. Ezek nagyon jó dolgok, mert ez egy olyan visszajelzés, a gödöllőiek, a Pribojszki nem, de a Talamba és a cimbali igen. Tehát ezek nagyon jó visszajelzések, örülünk, és most is látom a jobb szememmel, hogy már kiszorultak az emberek, tehát bent körülbelül 150 ember fér el, és kint szerintem legalább még annyi várakozik. Tehát a visszajelzés abszolút pozitív, és azt mondják, hogy nagyon jó, igényes, meg van szervezve biztonságilag, mindenféle szempontból jól érzik az emberek, biztonságban érzik magukat. Ez egy fontos dolog, mi meg igyekszünk a csapattal együtt ezt vinni tovább, és még új elemeket behozni a jövőben természetesen. A hétvége színvonalas, népszerű rendezvényeit a Bikini Együttes nagy koncertje koronázta meg vasárnap este a nagy színpadon. Kizárom magam a mából. Végül a nagy sikerű belvárosi napok több ezer embert megmozgató, változatos rendezvényekben bővelkedő programsorozatát a színpompás tűzijáték zárta.